Az NB1-es bajnokság alapszakaszában az 5. helyen álló Debrecen együttesét fogadták a Dunafer futsalosai a városi sportcsarnokban. Miután a Csömör elleni találkozón nehezen szerezték meg a győzelmet, így a pénteki mérkőzésbe koncentráltabban álltak bele a fiúk. Az első félidő 11. percében megszerezték az újvárosiak az első gólt, azonban több találata nem született egyik csapatnak sem a szünetig. A térfélcserét követően sokkal lendületesebb lett a játék, megindult a gólszerzés, és végül magabiztos 6-2-es győzelmet aratott a Dunafer. Nyilván az volt a dolgunk, hogy nyerjünk. Helyenként még azt hiszem, hogy jó játékot is sikerült bemutatnunk. Egy-két dühítő hiba van, amiből a két gólt kaptuk, az két egyéni hiba, az egyik az enyém sajnos. Ezen dolgoznunk kell, hogy ezek ne legyenek, és akkor még jobb lesz. Mit gondolsz, hogy az év elejei úgymond botladozás, mert gyengébben indult, de győztes meccsel az év eleje, ennek ellenére hogy sikerült most fölállnotok? Abszolút úgy gondolom, hogy ez nem volt egy rossz meccs, az eredmény nyilván az nem nézett ki jól, a Csömör 150%-a teljesített, mi próbálkoztunk visszaállt védelem ellen, nagyon nehéz ezt a játékot játszani, de azt is beúsztuk ezt a meccset. Itt azért most már több helyzetünk volt, jobban ment a játék, jöttek is a gólok. Nyilván a játékkal ez még egyre jobb lesz, hogy csiszolódunk. A mérkőzéseknek ezentúl nagy a tétje, hiszen az alapszakasznak hamarosan vége, így a helyezések szempontjából fontos, hogy minden pontot elhozzon a Dunafer. A csapat ezúttal is hozta a kötelezőt, és már készülnek is a következő meccsre. A első félidő egy picit bealudtunk, úgy érzem, hogy adtunk 20 perc előnyt a Deacnak. Hogyha ott is egy picit jobban koncentrálunk, azt mondom, hogy 18-5 volt a gólszerzési lehetőségek aránya a javunkra, mert az eleve egy óriás nagy szám volt. Ha ott jobban koncentrálunk, előbb eltüntettük ezt a mérkőzést. A második fél egy teljesen más koncepció alapján léptünk pályára, érezték a srácok, hogy még jobban kell tolni azt, hogy sikerüljön ez a mai mérkőzés. Ott a végén egy taktikai ellenből kaptunk gólt, szeretünk volna valami gyakorolni, a Pál Patrik húzott egy váratlant, amit senki nem kérte tőle, úgy gondolta, hogy ezt meg tudja valósítani. Ami nem sikerült, úgy azt az eredményt ismételtük volna meg, amit megismételtünk Debrecenbe. Örülni kell a három pontnak, mert egy jó Debrecent vertünk el az egy környezetben. 5-1-nél húztátok ezt a 19-re lapot kértetek, és megpróbáltátok ugye a kapust kihozni mezőnybe. Ez egy ilyen taktikai gyakorlás eredményeképpen próbáltátok ezt most lejátszani? Hát hogyha Deac jobban kijött volna, akkor egy taktikai elem lett volna, de így, hogy beálltak Sündisznóba, így nem ez lett bőle sajnos, akkor kicsit kontrollálni kellett volna a játékot, de természetesen készülünk már a rájátszásra, és ott olyan csapatok ellen fogunk játszani, akik kijönnek bátrabban és nincs sakosabban fognak játszani, aminek a következménye az, hogy ezt a dolgot is kellett volna gyakorolnunk, amit most sajnos nem sikerült. Gólt kaptunk belőle, hát ebből is tanulunk. Következő mérkőzésre hogy készültök? Mi az, amit esetleg úgy gondolsz, hogy hiba volt a játékban, és ezen fejlődni kell? Hát ugye a következő mérkőzésen Csömörön játszunk kupa mérkőzést, ami nagyon fontos számunkra, mert szeretnénk a legjobb négy közébe jutni. És ugye Csömörön játszottunk múlt héten, amit tudjuk, hogy nem olyan könnyű. Hát mindenféleképpen, hogy többet kell, és jobban kell a helyzeteket kihasználni, mert ugye ott az a probléma volt. Itt is az első félidő, a második félidő azért, mert ezt a dolgot már jobban lehoztuk, és a kupa meccs után pedig jönni fog a Szigetszent Miklós. Ugyanúgy szeretnénk a három pontot itthon tartani, és egy jó mérkőzés után menni majd Berettyóújfalura. A dunaújvárosiak jelenleg a tabella harmadik helyén állnak 28 ponttal. A csapat következő bajnoki mérkőzése a Szigetszent Miklós együttese ellen lesz, január 18-án 19 órától hazai környezetben.